A ketté tört kardok. Allah kérim, Allah akbar. Nagy az Isten és hatalmas. Mit ér az imádság, ha nincs, aki meghallgassa többé? Mit ér a fényes kard, ha nincs, aki csapást osztogasson vele? Mit ér a kinyitott könyv, ha nincs, aki annak sorait megértse? Félhold nemzetei, itt az időmidőn nem segít többé sem a dervisek éneke, sem a görbe kard és a hanzsár, sem az alkorán. Nyugodról, északról idegen népek jönnek, sorba állított fegyveres férfiak, mint az ércfal, akiket egyetlen rövid vezéri szó megindít, megállít, kiterjeszt, tömegbe húz, kiknek szuronyai előtt szétbomlik a vitéz janicsár rend, mint a szélnek szórt polyva, s tűzokádó érc csöveik előtt rendre hullnak Bektász kertjének virágai, mint a kaszált fű. Azok a bölcs emberek, kik oly egyszerű fekete ruhákban járnak, sokat tudnak, amit ti nem tudtok. Kifognak együgyű kormány férfiaitokon, megvernek a csatában, megvernek a békekötésben. Hiába kiáltjátok a próféta nevét, hiába zörgettek a paradicsom ajtóján, zárva van az. Mahomed alszik, és a többi próféták mind nem törődnek a földi dolgokkal többé. Tele van már a paradicsom, ott is kancsal szemmel nézik az újabban jövőket, kik a diadal hír nélkül érkeznek meg a tubafa árnyékai alá. Nem mosolyognak többé az örökké ifjú hurik, az Al-Sirat hídján túl a csatában elestek felé. A csatáknak nincsen dicsősége. Újjá kell születni, vagy meg kell halni immár. Íme az ország messzebb látói tudják, mit cselekesznek. Fiaikat elküldik messze földekre, a gyaurok tartományaiba, hogy tanuljanak ott világi bölcsességet, és nagy változás készül az egész országban. A vén dervisek, az ótörök barátok ki vannak zárva a szerályból, csak úgy ólálkodva tekingetnek be az őrizett kapukon, s mutogatják egymásnak. Nézd, az idegenek munkáját művelik odabenn. Az igaz hitű harcosokat szóra tanítják lépni, fegyvert forgatni. Elhányadták a dzsiridete mindig győztes fegyvert, s dárdát szurattak a puska végébe, mint a hitetlenek szokták, kik nem mernek kard távolságra közelítni ellenségeikhez. Vége, vége az ozmán hitnek. Legféltékenyebben tekinték ez újításokat a Bektász papok. Minden pillanatban lehet-e őket rongyos, szúrtos palástjaikban ácsorogva látni a szeráj kapuja előtt? Mereven bámulva a ki- és bemenőkre. S ha egy imám haladt el előttük, vagy egyik a megjegyzett hodzsagiánoknak, kik az újításokat kezdték, nagyot köptek utána, s fönhangon kiállták, halál a tiltott szó kimondójára. E tiltott szó volt a Nisanji név. Mahmud atyát e név miatt, mely új rendes katonaságot jelentett, gyilkolta meg a sztambuli nép, s utóda kényszerítve volt megparancsolni, hogy aki a nevet kimondja, megölessék. A nagyvezért a gyülevész gyakran egész palotájáig kísérte, az utcán végig szidalmazva s ablakán kiáltozák be. Emlékezzél bajraktár kimenetelére! Bajraktár 14 év előtt volt a szultán nagyvezére, ki újra akarta szervezni a török hadsereget, és emiatt lázadás tört ki Sztambulban, mely tartott addig, míg Bajraktár pártfeleit le nem ölték, őt magát pedig nejeivel, gyermekeivel együtt felgyújtott palotájában veszték el. Életével játszott az utolsó katonától fel a szultán felkent fejéig mindenki, aki részt vett a szeráj átkos, rejtélyes tanácskozmányiban.
Régen rebesgeték már, hogy valami nagyszerű terv van kitörőben, és a bektász papok városról városra jártak a török birodalomban, fantáziába kedvenc gyermekeiket, a janicsárokat, és észrevétlenül Sztambulba gyűjtve őket. Ezen időkben több volt 20 000 janicsárnál a főváros falai között, nem számítva a vízhordók testületét, mely rendesen közös munkát szokott velük végezni lázadások idején. Mikor a janicsár urak gyújtogattak, a vízhordók kötelessége volt oltani. Azután raboltak együtt. Innen a régi ismeretség. A díván udvarára az imámokon kívül csupán az omarita vak szerzetesek bocsátattak, kiknek főnöke Behram gyakran órákig eltanácskozott a szultánnal, midőn az egyedül maradt. Május 23-a volt, 1826-ban, midőn a főmufti hívására az ulemák mind felgyülekeztek a szerályba, s ott egyhangulag elhatározák, hogy az Alkorán szavai szerint az ellenséget saját fegyvereivel leküzdeni nem szabad. Hatodnapra ismét összegyűltek, és ekkor a sejk ul-izlám elé terjeszté a fetvát, melyben kihirdettetett, hogy a birodalom védelmére állandó hadsereg fog felállítatni. Hogy azonban az elátkozott Nisan Jedid nevet senki sem mondja ki, három nevet adtak a felállítandó hadtesteknek. Az első volt Exkenji rohanók. Ezek voltak a fiatal újoncok. A második a Talim Lüaszke, gyakorlott férfiak, a szeráj katonaságából válogatva. A harmadik név ez volt Kankiár Bigerdi. Ez illeti a janicsárokból válogatandó hadat. Ez a név annyit tesz, mint a császár akarja. Jelent pedig a kankiár szó törökül egyúttal vérontót is. Midőn a fetvát alá kellett írni, nagyon kevesen voltak jelen a janicsárok vezetői közül, de a jelenlevők közt ott volt a janicsár aga, s a neve ott állt a sejkul izlám, a nagyvezér és Nedzsib effendi neveik mellett. Másnap korán reggel, bámulva olvasá a sztambuli nép a minden utca szegletre kiragasztott fetvát. A végzetes szó ki volt mondva, mely előidézze a véres kísértetet, kinek annyi koronázott fő esett már áldozatul. Az első nap a félelmes várakozás óráiból állott. A vihart várta, mindenki is készült reá. A szultán Beksisztász nyári kélakába mulatott. Úgy mondák, hogy mulat. A kínos szorongás véres verítékeinek mulatsága volt az. Palotája egyik szárnyában háremhölgyei, másikban a főpapok és tanácsadók. Mahmud egyik szobából a másikba járt, s nem találta nyugtát se. Százszor leült bölcseivel egy sorban, s olvastatá magának Ezad effendi kedvenc történet írója által az ozmán nemzet történeteit. De borzalom volt ránézve azokat hallani. Vérrel van írva az egész világ história. Ugyanazok az eszmék, ugyanazokat a gyümölcsöket termették mindenha. Hány nagy vezér, hány padisah vére csorgott két felül alá a trónról, mely nem ingadozott úgy soha, mint ő alatta. Majd ha visszamett háremébe, s jöttek eléje tánccal, zenével a bájos odaliszkok, mindegyik közt leggyönyörűbb a szép Milijéva, kinek egy öröm órájában országa rózsatermő tartományát, Damaszkuszt elajándékozás elgondolta, hogy tán holnap, tán még az éjjel e szép mosolygó fejek mind le lesznek onnan vágva, s omló hajfürtjeiknél fogva egy halomra hányva, s a gyönge kedves tetemek
a Boszporusz hideg hullámi közt fognak úszni, veszendő étkül a tenger szörnyeinek. Ki tudja hány perc, ki tudja hány óra van még hátra. Óránként, percenként jött a tudósítás Sztambulból, hogy a janicsárok fenyegető tömegekben kezdenek csoportosulni, és már elkezdték a gyújtogatást. Minden nap 4-5 helyen üt ki tűz a városban, de az állandó esőzések gátolják, hogy nagyobb szerű veszély támadjon belőlük. Így szokott Sztambulban a lázadás mindig kezdődni. A bektász papok bőszült beszéddel fanatizálták a népet a mecsetek előtt, a köztéreken, ingerelve a gyülevészt, mely a vad janicsár haddal tartott, a szultán hivatalnokai, az újításokat pártoló ulémák, szofták és omarita dervisek ellen. Július 14-e volt, amidőn az Etmejdánon híre futamodék, hogy egy orta janicsárság gyanútól vezetve körülfogta azon új temetőt, melyet amaz omarita szerzetes elkerítetett, s az ott talált derviseket leölte, köztük azoknak főnökét, Behrámot. Találtak nála egy csomó írást, mely világosan elárulá az egyetértést közte és a szeráj főurai között, de találtak övébe tekerve egy érclemezt is, amire arab betűkkel ez volt írva. Én vagyok Behrám, fia Halil patronának, az erősnek és Gül Bejázének, a látnoknak. Apám éltében nagy munkát kezdett meg, melyet holta után folytatott. Be lesz pedig e munka végezve, és tökéletességre megy, amidőn én meghalok, s reám többé szükség nincsen. Áldassék az, aki tudja az életnek s halálnak óráit. Akik ismerték Halil patróna életét és végét, jól tudhaták, mi volt az a nagy mű, amit Behrám értett, aki atya halála után 109 esztendeig élt még, hogy megérje s megérlelje azon eszmék teljesültét, míg be annak kardja beletörött. A nép szétszaggatá a dervist, és diadallal osztozott meg véres rongyain, s azzal, mint a vért szagolt fenevad, rohant a főura kastélyaira. Kit támadjanak meg legelébb? Ez volt a kérdés. Ekkor egy bektász pap leszakított az utca szegletéről egy fetvát, mely az új rendszert hirdeti, és felmutatta azt a nép előtt. Íme, itt áll a hitszegők nevei közt legelől a kapuszi aga neve. A janicsárok fővezére maga áruló saját fiai ellen, halálfejére. Halálfejére ordítá utána a tömeg s fáklyákat ragadva, rohantak a janicsárok a palotája felé. A kapuszi aga meghallá a zajt, s hirtelen egy szolgája köntösét magára vevé, a nép közé elvegyült, s észrevétlenül eljutott a porta kastélyáig, hol a nagyvezér lakott. A nagyvezér éppen vacsorájánál ült, midőn a kapuszi aga berohant hozzá, s megértve a veszélyt, hirtelen eltorlaszoltaták apuit, s a palota kertjén át családjával és cselédeivel a Boszporoszon át menekült a túlparton levő jáli kioszkba. Az ostromló tömeg csak az üres falakat találta, azokat lerontá a földig. De a kapuszi aga palotájában hagyta nejeit, gyermekeit, azokat elfogták az endülők, s legyilkolák irgalmatlanul. Az esthomályban láthatá a vizen keresztül a megmenekült aga, mint lobognak az ég felé palotájának lángjai, stán hallani vélte azoknak halál sikoltásait, akiket legjobban szeretett. Néhány perc múlva odaérkezik hozzájuk Nedzsib effendi, az egyiptomi alkirály képviselője, szinte menekülve jött el palotájából, sírül hozzá, hogy a lázadók egész Sztambult elfoglalák, s a menekülő főurak családjain tölték irtózatos bosszújukat. Palotája tetején állt a szultás, onnan nézte a távolból átvöröslő fényt, mely rendesen világítá be az éjszakát, tűz oszlopokat vetve a sötét Boszporuszra. Riadó menekvők azon rémhírt terjeszték, hogy a szeráj ég, s a távolból valóban úgy látszott, mintha az égés lobogványa annak kúp födeles tornyai közül jönne. Mahmud egész éjszaka imádkozott,
Két óra éjfél után egy lovas érkezett vágtatva Sztambul felől, kinek paripája, amint a Bexisztász ciprusai aláért, összerogyott. Maga a lovag azonnal a szultánnal kívánt beszélni. Eléje bocsájták. Mahmud arcán egy pillanatnyi derű sugára látszott, midőn a lovagot megismeré. Tomár volt az. Ez időben az Eszkendzsik ferikje, a legbátrabb dalia mind a három ozmán földön. Időn Mahmud elhagyja a szerályt, kiválasztott 16 ifjú lovagot kísérői közül, és azokat hátrahagyja palotájában, azon utasítással, hogyha az endülés talál kiütni Sztambulban, ami előre látható volt, vágják keresztül magukat ellenségeiken, és siessenek őt tudósítani. Tomár egyedül érkezék meg, a többi 15-öt leverték a lázadók. Ő utat tört magának, és eljutott a Bexisztászig. A sárkány fölemelte mind a 12 fejét, uram, mondta a szultán előtt. Itt az ideje, hogy vagy levágd mind, vagy megegyen országostul. A szultán, ki nagyon szereti az ifjút, saját kendőjével törlére arcáról az izzadságot, s megparancsolá neki, hogy várjon rá oda alant az étkező teremben, s azzal imádkozott tovább. 5-5 fél órakor, midőn a nap teljes pompájában kelt föl Ázsia kék hegyei körül, leszállt palotája tetejéről a szultán, s megparancsolá szolgáinak és fegyvereseinek, hogy álljanak ki a palota elé. Nem volt vele több harcos, 1000 Eszkendzsinél, s még egyszer annyi számú lovász, Szilihdár és Bosztandzsinál. Ő maga hölgyeit ment meglátni. Mindazok bámulva tekintének rá, akik arcát ez órában látták, a különben oly szelid, oly békés kifejezés helyét, büszke harag és halállal dacoló bátorság váltotta fel. Megöleli anyját és a szultána, Assekit, aztán fiát, a trónörököst. Egy könnyet sem láttak szemeiben ez ölelés alatt. Mindnyájan új erőt látszottak szívni lelkesült szemeiből, nem volt szükség rá, hogy őt bíztassa más. Midőn gyermekét egy kezével, nejét másikkal átölelve tarta, így szólt hozzájuk. Én most elmegyek, utam Sztambulba visz, hogy vezete vissza, azt nem tudom. De arra esküszöm, hogy ha visszatérek, mint országom valódi ura jövök meg. Mit teenditek ti, ha én eltalálok veszni? Milijev arca kigyúlt a kérdésnél, oda vezette Mahmudot a terem hátuljába. A szultán egy nagy halom kerevet párnát és vánkosokat látott ott fölrakva. Ha Mahmud elveszett, szólt a cserkesz hölgy lelkesülten. Azok, akik szerették, megtalálják utána az utat, ám lássák elleneid, nekünk csak hamvainkat fogják itt találni. Mahmud megcsókolá a nő homlokát, méltó volt az, hogy trónja zsámolyán üljön. Azzal leszállt udvarába, a boltozatoknál paripáját vezették elé, szultán Tomárnak int, hogy tartsa kengyelét, míg felhág. Aztán letört egy ágat turbánya mellett lengő kócsagából, s azt az előtte térdelő ifjú fezjéhez szórta. Te vezesd az Eszkendzsiket, s most akinek kardja van, mutassa meg, hogy viselék azt őseink. E szavaknál kirántá pallosát a padisa, s lovasa élére nyargalva maga a vezéri helyre állt. Pillanat múlva útban volt a kisdett csapat Sztambul felé. Elől az Eszkendzsik két tömegben villogó szuronyokkal, középett a szultán kíséretével leghátul a lovászok és kertészek. Mindannyian el voltak számva, meghalni becsülettel dicsőn. Azonban a fővárosba érve várakozáson kívül kevés ellenállás fogadta a merész csapatot. A múlt éjjel küzdelmei kifáraszták a zendülőket, s gyújtogatás bevégeztével hozzáfogtak a rabláshoz, s reggel felé nagy része szét volt oszolva a kávéházakban és egyéb mulatóhelyeken. Mahmud egy támadó csapattal sem találkozott, egész a szeráig. Az utcák ugyan tömve voltak zajongó csőcselékkel, de az minden ellenállás nélkül utat nyitott az Eszkendzsik tömött rendei előtt. Még csak egy bántó szóval sem illeti a szultán senki is. Inkább a bámulat hangjai voltak itt-ott hallhatók.
Az emberek el voltak álmélkodva, midőn a padisakt egy maroknyi fegyveressel megjelenni látták a tomboló vihar közepet, s engedték őt egész békével a szeráj kapuin bevonulni. A minden kapukon keresztül törő ordítás, mely néhány pillanat múlva onnan belülről hangzott, hirdetheti a küllevőknek, mi lelket öntött a szultán megjelenése a szerályba szorult harcosokba. Karamakán megdöbbenve vont el a lázadók tömegeit a nagyúri parota elől, s a janicsárokat az Etmej Dánon csoportítá össze, hol a felfordított üstök mellett ki voltak tűzve a zászlók. Az utca szegleteken a vad bektász papok lázíták reket ordításaikkal a nyugtalan tömegeket, s a minarék tetejéről folytonosan szóltak a lázadási tűkök, csak olykor hallgatva el, midőn a nap öt részében az imámok Allah dicsőítésére hívák fel az ozván népet. A namazát hangjai előtt még a bőszült népvihar is elcsendesült, csak a végső hangok után kezdte el újra. Sztambul fenékkel volt felfordulva, s szemét a felszínen úszott. A hamálok, a vízhordók, a csónakosok mind a janicsárok mellé álltak, s roppant számra növezték a fellázadt tömeget. Minden mecset, minden kaszárnya hatalmukban volt már. Maguk a Dardanellák tornyai is megnyitták a janicsárokkal szövetséges jamakok előtt kapuikat, s a szultán be volt zárva palotájába. A janicsárok arról gondolkoztak, hogy ostrommal vegyék be a magas porta épületét, e véget elküldék kikiáltóikat a táborkovácsok testületéhez, mely nehéz ágyúival a Szófia mecset táján táborozott, hogy őket az ostrom megkezdésére felszólítsák. A janicsárok küldöttje rövid dühös szónoklattal hívta meg a dzsebedzsiket a véres mulatságra. Azok sokáig tétovázva hallgattak. Egyszerre azonban a tömegek közül egy lövés történt, és a szónok halva rogyott össze. Erre a többi dzsebedzsik rárohantak a janicsár küldöttekre. Leverték őket, s midőn valamennyinek a fejeit egy helyre hányták, egyhangulag kiáltának fel. Éljen a szultán! És azzal felkerekedtek, felvonultak mindenestől a szeráj elé, ott ütötték fel ágyúikat a lázadók ellenében. Délfelé harsogó zene mellett érkezett meg a kapudán. Az Ibrahim, kinek mellékneve a pokol béli volt. 4000 hajós katona, és 40 ágyúval. Néhány óra negyed múlva a jáli kioszk felől lehet-e látni Mehemed nagyvezér előnyomuló hadait, ki az éj oltalma alatt összegyűjti az ázsiai seregeket, melyek mind ellenségei voltak a janicsároknak. A janicsárok elhozzá a Topáhában fekvő komparadzsikat. Az érkező tömegek vérszomjas, üdvkiáltásokkal fogadák egymást. A vezérek arcán látszott, hogy ezúttal nem fognak egy lépést is engedni, hogy ma vagy a janicsároknak, vagy az ozmán birodalomnak végórája ütött. Ekkor megnyíltak a szeráj kapui, s a főhivatalnokok és az ulémák kíséretében előlépett a szultán. Az ulémák, az imámok és a hadvezérek félkörben álltak a kapu körül. A szultán a legmagasabb lépcsőn maradt. Teljes padisahi dísz öltözetében álltott, egyik kezében a próféta zászlóját, másikban egy kivont kardot tartva. Mit érdemlenek a lázadók, kérdi erős átható hangon a sejkul izlámtól, kik Allah és a vallás feje a padisah ellen feltámadtak. A főmufti áhítattal felelt. Azt mondja az Alkorán, ha az igaztalanok testvéreiket megtámadják, öld meg őket. Úgy esküdjetek a próféta zászlójára, hogy kiirtjátok azokat, kik fegyvert emeltek ellene. A vezérek megcsókolák a szent lobogót, és esküdtevének, hogy megvédik azt utolsó csepp vérükig. És most zárjátok be a kapukat, mondá a szultán, s egyszerre parancs indítatott Sztambul minden kapuihoz, hogy az ott levő őrségek állják el a kiárásokat. Innen a két harcos fél közül az egyik élve nem fog kimenni.
Hosszú élet a szultánnak, halál a janicsárokra, hangzik 50 000 ajakról a szerály előtt. A szultán maga akarta vezetni a sereget a lázadók ellen, de vezérei lábaihoz borultak, s a próféta nevére kérték, hogy ne tegye ki életét. Legalább kardját adja át a nagyvezérnek, hogyha ő nem, fegyvere fürödhessen a lázadók vérébe. A kapuk be voltak zárva. E tény borzalommal tölti el a lázadók szívét. Sejték, hogy ezen nap után nem következik másik nap, hogy az engedésnek, a kibékülésnek nincs keze többé, csak a kardforgatásnak és az öldöklésnek. Mind az Etmeidán körül gyülekeztek, ledönték az utcákon az épületeket, és torlaszokat raktak belőlük. Rossz jel a lázadásra, ha az már védelemre szorul. Dübörgő dobszó mellett közeledének lassanként a nagyvezér seregei. A janicsárok torlaszai előtt megjelent a dülbendár aga, kezében tartva a szandzsák serifet, s felszólítá a zendülőket, hogy oszoljanak szét, és térjenek meg a szent zászló alá. A zendülők átka elnyomta szavait. Karamakán szava túldörgi az átkot és szidalmat, mint a fanatizált tömeg az ozmán vallás megrontói ellen szórt. Töröljétek el az új rendszabályt, adjátok ki az istentelenek fejeit, kik a hatti serifet aláírták, a kapuszi agát, a nagyvezírt, a főmuftit és Nedzsibe fendit. Ezt kívánják a janicsárok ortái, s a velük egyesült becsületes jamákok, kaidzsik és hamálok, kik megmaradtak Istenhez hű mozlimeknek. Háromszor intézte a dülbendáraga a felhívást hozzájuk, s mindháromszor ugyane feleletet kapta. A vezérek fejeit kívánták. Mahmud elülde Szelím hasonló kívánságra kiadá vezérei fejeit. Mahmud kettétöré fejük fölött a kardot, és a porba vetve kiáltá. Amint a kard kettétöretett, és senki azt többé össze nem forrasztja, aként töressenek ők ketté, és senki föl ne támassza őket. A következő pillanatban mennydörögtek a pokolbeli Ibrahim ágyúi az Etmeidánon. A rongy faházak sorait keresztül törték a bombák, s az utcákon tört résen át előrohant Husszeinbasa mellette Tomár bég az Ekszkendzsik élén. Az új harcosok gyűlölt alakjára veszett düvel rohant a janicsárhad, de az első pillanat meggyőzi őket arról, hogy a szurony hatalmasabb fegyver, mint a hancsár. Tomár bég maga rohant legelől, szuronyával utat törve magának, s mint az éles ég befúrva magát a zendülők tömegei közé. Ez oldalon nem volt szabadulás, most a kétségbeesés dühével veték magukat a lázadók Ibrahim ágyú telepeire, háromszor neki tódulva a halált okádó tűztelepeknek, s mindháromszor holtakkal tömve meg az utcákat, kiket az írtó kartácsok halomra arattak. Vége, vége volt mindennek. Bektász kertjének virágai minden oldalon megverve, meggyalázva az új katonák által, futva menekültek a nagy, négyszögű kaszárnyába, mely az Etmeidán hátterét elfoglalá. Karamakán nem érte meg a gyalázat óráját, egy ágyú golyó úgy elhordta fejét, hogy csak övéről ismertek hullájára. A kaszárnya falain belül még utolsó kétségbe esett harchoz készültek a janicsárok. Késő volt már, a pokolbeli Ibrahim tüzes golyókkal kezdé lövetni a kaszárnyát, s egy óra alatt lángokban állt az egész roppant épület. Aki a kapukon belül volt, ott is maradt, ott kellene nekik elveszniük együtt. A lángok ropogása között hangzott a halálordítás, mindig erősebben a láng, mindig gyöngébben a halál szava. A vezérek körülálltak, egy némely szemében rejtett könny is csilloghatott. Mégis vitéz hadsereg volt. Volt. Ez a szó beszél sorsáról. Ezen a napon 20 000 janicsár hullott el a padisah parancsára. Akiket el nem ért a golyó és a kard, megölte a zsineg és a bárd. Hulláik átadottak a Boszporusznak, s a távol tenger hullámai sokáig hánytak ki fejetlen testeket a messze vidékek partjaira.
ezek Bektász virágai voltak. A janicsár név kitörültetett az ozmán história lapjairól. Ruházatjuk jelvényeik viselése, halálbüntetés alatt lőn megtiltva. Kaszárnyáikat alapjaikból felforgaták, zászlóikat összetörték, üstjeiket széthasogaták, emlékükre átkot mondtak. A Bektász papok rendje örökre megszüntettetett, klastromaik lerontattak, birtokuk az országra szállt. Így lett vége a századok óta fennállt katonai rendnek, melyet a bölcs Csendereli alapított, s mely annyi dicsőséget szerzett az ozmán fegyvereknek. Most már neveiket sem szabad kimondani többé. De a véres műtét után újult erővel támad fel az ozmán nemzet, s új életének dicsteljes napjait azon kéznek köszönheti, mely a nemzet két legnagyobb ellenségét, Tepelentit és a janicsárokat letörte. Vajon mit szólt Halil patróna midőn az Al-Sirát hídjai előtt 20 000-en jelentek meg egyszerre, azok utódai közül, kik őt hasonló merényért 110 év előtt meggyilkolák. Vége.